A bal szélen, a védelemben a videótontól kölcsönvett Fejes az MTK-ban, ő játszott ugye Hídvégi helyett. Érdekesnek ígérkezett Pál András visszatérése, aki tavaly október óta volt harcképtelen, és Horváth Péter játéka, aki jól futballozott a felkészülési időszakban. Több NB1-es szinten tapasztalatlan játékos a Mezőkövesben, Szalai, Éles vagy Bognár, de egyikük sem most vesztette el a szüzességét, és jó néhány rutinos futballista, mint Farkas vagy Dobos. Az MTK Mezőkövesd mérkőzésen a 10. percben Kanta készít le egy szabadrugást Pölöskeinek, de a lövést véri az egykori MTK-s kapus Szántai Levente. Itt van még egyszer, résen volt a kapus. 7 perccel később támadnak a vendégek. Ügyes kis cselek, aztán egy kellemetlen lövés, majd egy felszabadító rugás. Foglaljuk össze még egyszer. Meltzer lő, Gropioni véd, Fejes pedig felszabadít. 3 perccel később ismét a Mezőkövesd épít föl egy ügyes kis akciót, sőt, mint több gólhelyzet, így Balajti. Akár be is tudta volna dobni a labdát. Volt ennél jobb megoldás is. Szép Meltzer éles szilárd összjátékot láttunk, majd Balajti kapta a labdát. Egy szép Kanta vas akció, aztán Horváth kerül helyzetbe. Nem sikerül a labdát a kapuba juttatni, és aztán ismételten elakad. Kisebb tűzi játékot rendezett az MTK a Mezőkövesd kapuja előtt, aztán egy újabb kísérlet a 27. percben, újfent Horváth lő, Szántai ezt is véte, föl is pattant előtte, de sem zavarta meg. A második félidő 5. percében járunk, Pölöskei fölnéz, gondol egyet, rásuhintja, a labda pedig kiköt Szántai hálójába, vezet az MTK tehát az 50. percben. Kanta legurítja, Pölöskei pedig egészségesen eltalálja a labdát, mondjuk többet is tehetett volna Szántai. 58. perc. George teszi le. Bognár István fejezi be az akciót, Balajti készítette elő. 74. perc, tehát sokat kellett arra várni, hogy újfent történjék valami. Horváth. Szántainak kellett nyújtózkodnia. 78. perc, jön az MTK újabb gólja. Nagyon ügyetlen a Mezőkövesd védőfala, és Szántai sem remekelt ennél az akciónál. Ladánya a gólszerző, 2-0 tehát a találkozó állása. Egy szép Nagy Tibor, Pölöskei kényszerítő, aki betér a labdával a 16-oson belőre. Szalai Vilmos előtt elgurul a labda, érkezik Ladányi. És ezzel lesz tehát 2-0. Egy perccel később a Mezőköves megpróbál visszajönni a mérkőzésbe. Bognár, volt egy-két remek kísérlet a mérkőzésen, de legalább próbálkozott. 87. perc, Kanta be se a labda útja, be se benéz középre, jön Varga Szabolcs, és könnyedén befejezi az akciót. Ezzel lett 3-0. Pölöskei, Kanta, Bese és Varga összehozza az MTK 3. gólját, így a végeredmény MTK Mezőköves Zsóri 3-0.